Számos fejlesztés valósult meg megyénkben a labdarúgás területén. A részletekről, a pályázatokról és az idei beruházásokról tartott sajtótájékoztatót az MLS Komárom-Esztergom megyei igazgatósága január 17-én a megyeházán. A megyei futball tekintetében, a megyei infrastruktúra tekintetében megint egy sikeres esztendőt tudunk magunk mögött hagyni. Nagyon fontos, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetségnek a pályázati rendszere az tovább működik. A társasági adóval kapcsolatos pályázati rendszer újabb megerősítést kapott. Én azt gondolom, hogy a klubok számára talán ez a legjobb hír, hogy a társasági adókedvezmények keretében ugyanúgy elkészíthetik a programjaikat, és a programjaikon keresztül akár infrastruktúrális fejlesztésre, akár személyi jellegű ráfordításokra, akár szakmai kiadásokra tudják használni ezt a forrást. Ami újdonság volt a 2017-es évben, az a techból asztal. Tudjuk erről a fejlesztésről, hogy ez egy magyar innovációnak a része, és nagyon alkalmas ez a techból asztal arra, hogy a technikai tudást, a kifunomolt mozgást tovább csiszolja. Ezért is örülünk, hogy 23 klub igényelt ilyen techból asztalt, és összesen 25 darab asztalt tudott a Magyar Labdarúgó Szövetség Komárom-Esztergom megye igazgatósága kiosztani. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon hasznos új innováció, bízom benne, hogy ez a kluboknál használatba vételre került, és bízom abban, hogy ez a technikai tudás erősítését fogja majd szolgálni. 2017-es évben összesen 12 klub kapott közel 74 millió forintot sportlétesítményfejlesztésére, tehát 14 olyan klub volt itt a megyében, akiket ezen pályázati források keretében tudtunk segíteni. Abban bízunk, hogy a 2018-as esztendőben ezek a fejlesztések is tovább tudnak majd folytatódni. Annak is örülünk, hogy infrastruktúrális fejlesztés keretében 712 millió forint támogatásra pályáztak a klubok, illetve pontosítok ennél kicsit többre, de ezt a támogatást hagyta jóvá a Magyar Labdarúgó Szövetség. Ez azt jelenti, hogy itt a megyénkben, ahogy az imént említettem már, ilyen jellegű fejlesztésekre több mint 700 millió forintot költhetnek el a klubok. Ezeknek a jelentős része a 2018-as esztendőben fog megvalósulni. Azt gondolom, hogy az amatőr labdarúgás szempontjából nem zártunk rossz évet. Nagyon sok mindenben sikerült előrelépnünk, folytatódott az infrastruktúra fejlesztés, 31 műfüves labdarúgópálya épült meg az elmúlt 7 évben, ebből 10 2017-es évben, és nagy öröm számunkra, hogy a hátrányosabb helyzetű térségekben is sikerült akár Bakonyalján építeni műfüves pályákat, ezzel is lehetőséget biztosítani a gyerekeknek arra, hogy minél jobb körülmények között rúgják a bőrt. Az idei évet tekintve milyen fejlesztések, milyen beruházások várhatóak majd? Szeretnénk tovább fejleszteni a sportlétesítményeket, hiszen azért van még teendő területen. Nyilván a Magyar Labdarúgó Szövetség önmagában ehhez kevés, kellenek hozzá az önkormányzatok, illetve a sportegyesületek, hiszen az önkormányzatoknak általában az önrészt kell biztosítaniuk. Szerencsére nagyon sok megyei önkormányzat partner ebben, és egy közös kooperációba tudjuk fejleszteni a megyei létesítményeket. Ez mellett kiemelten szeretnénk folytatni a sportszakembereknek a képzését. Gondolok itt elsősorban a sportvezetőknek a képzésére, de nem elhanyagolható az edzőknek a képzése sem, hiszen mind a kettőből hiány van, sőt, itt megemlíthetném a játékvezetőket is, hiszen a területen is van még mit előrelépnünk. Indítjuk az amatőr sportszervezői tanfolyamot, speciálisan az amatőr klubvezetőknek készült tanfolyam, szabályismeretek, versenyszabályzat, fegyelmi szabályzat, szeretnénk ezzel is tudásanyagot adni nekik, hogy együtt tovább tudjuk fejleszteni a megye, illetve az amatőr labdarúgást. Milyen kiemelt beruházások lesznek?
Vérteszőlősön sportöltöző felújítás van még folyamatban, illetve ami még hiányérzetem, hogy a Tatai Atlétikai Klubnál egy új sportkomplexumba fognak beköltözni. Ez nem biztos, hogy még a 18-as évben, de nagyon bízunk benne, hogy egy másfél-egy év alatt azért sikerülni fog elfoglalni helyeket. Hát ez további fejlesztésekre van szükség, és bízom benne, hogy együtt közösen ezeket meg tudjuk valósítani. Kisbéren is tovább fejlesztjük a sportlétesítményt, nyilván közösen az önkormányzattal. Most villanyvilágítás felújításra pályáztak és kaptak támogatást, úgyhogy ott most már szinte egy sportkomplexum épül meg, hiszen az elmúlt években megépült a kisműfős labdarúgópálya, a sportöltöző, teljesen új sportöltözőt kaptak, megépült a pálya talaja is felújításra került, most pedig egy villanyvilágítással lesz gazdagabb Bakonyalja térsége.